előtte egy olyan énekkel kezdjük majd, amelyik sajnos nagyon aktuális a mai korban. Luther Márton éneke, az agy békét a mi időnkben, kivetítjük, hogy így talán még beszélősebbé látni fogjuk. Ezt az egy verszakot énekeljük, és utána elcsöndesedjünk. Agy békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk, hisz rajtad kívül más nincsen, kis ikra szárna értünk, egyedül tettünk Isten. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében imádkozzunk. Urunk, valóban békéért könyörgünk egy békétlen, háborús, nyugtalan korban. Adj békét az ember szívébe, adj békét az egyházban, adj békét a világban. Csöndesítsd el a háborgó feleket, az ellenségeskedést, és kérünk téged, hogy a te igéd erősítsen, bátorítson mindannyiunkat, hogy annak meghallói, továbbadói legyünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, kedves vendégeink, a Lukács írása szerinti evangéliumból választottam egy rövid részt, a 6. rész 12. és 13. versére helyünkön ülve, maradva hallgassuk meg. Történt azokban a napokban, hogy Jézus kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor aztán kivilágosodott, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskariótest, aki árulóvá lett. Egy nagyon szomorú végű mondat, egy olyan szépen induló mondat zárásaként. Mert úgy kezdődik ez a történet, ez a szakasz, hogy Jézus kimegy, fölmegy a hegyre imádkozni, és imádságban tölti, virrasztva imádságban tölti az egész éjszakát. És aztán, mint egy meghallgatott imádság, odalép a tanítványaihoz, a leendő tanítványokhoz, elhívja őket, név szerint megnevezi őket az evangélista, és Pétertől egészen Júdásig mindenkinek nevet ad, mert mindenki fontos. A 12 kerek szám, egy tucat, és az Ószövetségben, a Héber Bibliában ugye a 12 törzstől kezdve az asztrológiáig menően nem kell mondani, hogy a 12 milyen szerepet játszik, és itt is ez a teljességet jelenti. Ha 12-ből egy bármilyen okból kiesik, akkor a teljesség szenved csorbát. És már így előre vetíti az evangélium elején ezt a kudarcot, hogy bizony csorbát fog szenvedni ez a teljesség, mert egy valaki, ez a 12. árulóvá lesz. De ezzel együtt, bármikor, amikor az evangélista emlegeti ezt a 12-et, Júdást, akkor úgy említi őt, hogy a tanítvány, Jézus tanítványa, vagy egy a 12 közül. Mert elbukott ugyan, de azért a tanítványi kör tagja maradt, ezt nem lehetett semmissé tenni, és a bukott embernek a sorsa kezd minket majd foglalkoztatni. Miért bukott el, hogyan bukott el, és van-e valakinek esélye, reménye itt a Földön, vagy akár az örökké valóságra tekintettel a bukás után mégiscsak helyére kerülni. Mert hogy nem volt a helyén, az egészen biztos. De a kiindulás az imádság, a meghallgatott imádság. Jézus nem egyszerűen csak ötletszerűen hívja el a tanítványait, vagy nem kisorsolja azt a szerencsés
12-t, aki megnyeri ezt a rangot, hogy az ő tanítványa lehet, hanem imádságban, egy egész éjszaka átvirrasztott imádságában jut el oda, hogy minket kell elhívnia. Júdás is a meghallgatott imádság. És éppen ezért nekünk, akik olykor Péterek vagyunk, vagy szájúan hőskörünk, olykor Tamások vagyunk és Tamáskodunk, vagy olykor Andrások vagyunk és a testvért festesítjük meg, vagy olykor Simonok vagyunk, mint a Zélóta, harcosok vagyunk, de olykor Júdások, árulók vagy tagadók vagyunk, nekünk is komolyan kell venni ezt, hogy Jézus elhív minket, a szerepén a tanítványok lennénk, és okulnánk a bukásokból, hogy még ne bukjunk, de ha mégis bukdácsolunk, akkor talán mi is megtapasztaljuk azt, hogy tanítványok vagyunk, lehet, hogy elveszett tanítványok, de éppen ebben a Lukács evangéliumában olvasunk valakiről, hogy elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Hát, ha most is egy olyan tanítvánnyal találkozhatunk a következő órában, aki elveszett ugyan, de akinek van reménye arra, hogy megtaláltatik, aki meghalt ugyan, de van reménye arra, hogy mégis az életé lesz. Legyen ez a mai esténk közös gondolkodás, közös imádság, közös hitharc, ennek jegyében, hogy tanítványok legyünk, lehetőleg nem elbukott, hanem Jézus közelében maradó tanítványok. Amen. És akkor most mutatnám be, most már kicsit hivatalosabban is, azt a munkatársunkat az Evangélikus Egyházban, aki egy ideig a Püspöki Hivatalban is dolgozott, kiváló munkatársként, jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusza, Kraszper Makai Emese, aki ennek a könyvnek a megszületésében, vagy sajtó alá rendezésében oroszlán részt vállalt. Előzetesen most nem akarnék még semmit elmondani, majd esetleg a beszélgetésben, Emese vállalta, hogy beszélgető társ lesz ebben, és ő majdnem olyan jól ismeri a könyvet, mint én. Azért mondom, hogy majdnem nagyon nagy képviség, de én 20 éve forgattam magamban, 20 éve átforgattam magamban, ő talán 2-3 éve keresztül. Emese, kérlek, hogy menjünk ki, és köszönjük, hogy ilyen nagy érdeklődés van. Erre való tekintetben mikrofont is fogunk használni, meg arra való tekintettel, hogy a hangoddal egy kicsit küzdesz, de akkor parancsolj, fogom ezt. Most talán úgy üljünk, hogy esetleg, hogy te ott ülsz, akkor látni fogod a képeket, amiket követünk, vagy lehet, hogy nem, látom majd. Én igen látom. Jó. Igen, te ott igen. Jó, akkor van képítünk van is. Igen, ez képítünk. Igen, jó, akkor jó, annál jó. Köszönöm. Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, Erősvár a mi Istenünk, és szeretettel köszöntelek téged, Püspök úr. Nagy örömömre szolgál ez a mai este. Nem olyan régen a kérésedre írtam egy rövid reflexiót erről a könyvről, amit a lelkipásztorban fog megjelenni decemberben. És ebben Júdással beszélgetek. Ugyanis a püspöki hivatalban eltöltött időben ez volt az egyik kiemelt feladatom, Tamás püspök arra kért, hogy ugyan nézzem már meg az ő kéziratát, habilitációs munkáját, és próbáljuk meg ezt egy szép formában a nagyvilág elé tárni. És egy olyan út kezdődött ekkor, ami engem is rendkívül meggazdagított, személy szerint, nem csak azért, mert rengeteg érdekességet lehet olvasni ebben a könyvben Júdásról, igazán alapos és kimerítően foglalkozik Tamás püspök Júdással ebben a könyvben, hanem mert olyan megtiszteltetésben volt részem, hogy sok órát tölthettem a szerzővel, sok olyan órát,
Nappal és éjszaka, mert sokszor éjszakai... Sokszor éjszakai kisztapunk volt be elkészítve, és csak hivatalban. Igen, mégis ezek mégis olyan órák és olyan napok voltak, amiket én úgy éreztem, hogy mind a ketten úgy éltünk meg, mint valami varázslatos és különleges időt, ami kiszakított minket a mindennapok forgatagából, és egy irodalmi utazásra hívott minket, egy közös gondolkozásra. Együtt ízlelgettük a szöveget, a gondolatokat, a teológiai kérdéseit ennek az egész embernek, és az ő általa felmutatott problémának, és ebben gyönyörködtünk sokszor. Én ezt így éltem meg, úgyhogy ezt hálásan köszönöm neked, és természetesen Istennek is, hogy ezt hozta az utamban, hogy ezzel foglalkozhattam. Úgyhogy ennek eredményeképpen ma mindenki hozzájuthat egy ilyen gyönyörű könyvhöz, és azt gondoltam, hogy a ma este teljen annak jegyében, hogy a szerző, aki már több mint 20 éve foglalkozik ezzel a témával, hiszen valamikor te kigondoltad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, majd elteltek évek, amikor megírtad, és 2004-ben volt a habilitációd, tehát igazából már sokkal régebb, mint 20 éve ez a szívednek a közepén van ez a téma. Szeretném kérni az első képet, ugyanis a beszélgetésünket úgy gondoltam felépíteni, hogy néhány képet kivetitek, és ezzel kapcsolatban indítunk el gondolatokat, kérdéseket, beszélgetéseket. Kérlek, nézd meg, ezen a képen az látható, pontosan az a 12-es tökéletes szám, amiről az előbb az áhítatban is szóltál. Az első kérdésem arról azzal kapcsolatos lenne, hogy ez a kép mit hív elő benned a te és Júdásod találkozásával kapcsolatban? Köszönöm szépen a kedves szavakat. Azzal kezdem, hogy azt hívja először bennem elő, hogy örülök, hogy ezt a képet színesben látom, mert az eredeti Debrecenben beadott, a debreceni református teológián habilitációs értekezésként beadott munka egy nagyon egyszerű fénymásolt példány volt, ahol fénymásolva tudtam csak beilleszteni fekete-fehérben az illusztrációkat, és hát ahhoz képest óriási változás, hogy egy minőségi és külső kiállításában is nagyon szép könyvet sikerült megjelentetni, és akkor rögtön meg is ragadom az alkalmat, hogy a Luther kiadó munkatársainak köszönetet mondjak, és örülök, hogy itt is van a Luther kiadó igazgatója, nem egészen érdek nélkül, mert azért ő jó marketinges is, és árusítják ezt a könyvet, tehát ennek úgy érzi, hogy most van piaca, tehát bátorítja mindenkit, aki eddig még nem vásárolta meg, hogy kedvezményes áron, de ez nem az én feladatom, hogy ezt elmondjam. Most megvegye, de komolyan mondom, a köszönet az abszolút őszinte, mert egy olyan csapattal tudtam együtt dolgozni MSE mellett, akik egyaránt a szívük teljességéből oda tették magukat, ki az olvasószerkesztőként, a képszerkesztőként, és lehetne sorolni, hogy kinek milyen feladata volt, ez valóban csapatmunka. De akkor a képre térve, ez egy amerikai templom oltárképe, ugye gyakran látjuk az apostolokat oltárképen, Júdás viszonylag ritkán. Bár lesz egy olyan provokatív kép majd, talán azt is meg fogjuk nézni, ami Szent Júdást mutatja be, és nem azt a Szent Júdást, akiről egy bibliai könyvet is őrzünk, és ugye Júdás gyakori név volt, és Ószövetségben ez egy közkedvelt zsidó név volt, hanem ez bizony az Iskariótes Júdásnak a személye a oldalán, aki szépen elsúnyog. Az utolsó vacsoráról elmegy, nem szép szó az, hogy elsúnyog, de ebben a mozgásban, ebben a metakommunikációban ezt érzem, mert bizony, amikor Jézus azt mondja, hogy egy valaki közületek elárul engem, aki együtt ül velem a tálba, akkor Júdás magára ismer, és az evangélista nagyon szükszakúan azt mondja, hogy akkor elhagyta a termet, és éjszaka volt. De az érdekes az, hogy Júdás elmegy, és a glória ott marad.
Tehát ugye a szenteket glóriával, nimbusszal szokták ábrázolni, és mint egy Judás, mint egy kivegy a glória alól, ott hagyja a dicsőségét Isten Jézus közelségében, és maga valahova, talán a tárhozat felé megy, talán a margóra, a szélre, a kitaszítottságba, a peremre, erről még majd gondolkodunk közösen, de biztos, hogy a centrumból, hiszen Jézus szíve a centrum, és János a szeretett tanítvány ott marad Jézusnak a szívén, a többi tanítvány is ott marad Jézus közelében, Diski Andrásnak van egy sajátos mondata ebben az összefüggésben, ezt kis puskázással tudom olvasni, az mottóban néhány kortárs szerzőtől hoztam néhány mondatot, így Diski András ezt írja, ott ül, itt már áll, Júdás Jézussal és a többi tanítvánnyal az elkészített húsvéti bárány körül, nekem meg ez az egyetlen reményem, mindenki más, a többi 11, ez a lélektől fénylő, révült aranycsapat, nos valamennyien olyannyira elérhetetlenek számomra, olyannyira fölöttem való, hogy kísérletet sem teszek azonosulni velük. Diski András az egyik legnagyszerűbb mai író és költő, és ha ő így szembeállítja a révült aranycsapatot, a 11-et, Júdással, és azt mondja, hogy Júdással, a kitaszítottal, az elsúnyogóval, a peremlét felé közeledővel jobban tud azonosulni, mint a dicsőséges 11-el, akkor ezzel legalábbis érdemes elgondolkodni. Nem fogok mindig ilyen hosszan válaszolni. Pedig szerintem mindenki erre kíváncsi, úgyhogy köszönjük szépen. Azért ne lőd le előre a poén, de köszönöm, hogy utaltál rá, hogy még lesz egy izgalmas és provokatív képünk, illetve... Akkor van említsem a másik MSN nevét, Mezei, illetve most a család nevével Isó Emese, aki a Luther kiadó munkatársa, a Krédó folyóirat szerkesztője, és ez a Krédó könyvek harmadik köteteként is szerepel. Tehát Emese, a másik Emese tett nagyon sokat azért, hogy a talán 200 kép, vagy nem tudom pontosan mennyire, közel 200 kép jogtisztán és megfelelő minőségben és megfelelő helyre kerüljön a könyvbe. Köszönöm szépen, kérnék szépen a következő diát. Ez a kép éppenséggel nincsen benne a könyvben, de amikor együtt dolgoztunk rajta, akkor ezzel is találkoztunk, és ez nagyon megszólított minket. Én azt hiszem, hogy különösen téged ezen egy példázat ismerhető fel, ami a te szívedhez különösen is közel áll, és rengeteg kapcsolópontot is találtál Júdással. El tudnád mondani a közösség, megkérlek szépen, hogy mondd el, hogy mire gondolok. Igen, a közismert nevén a tékozló fiú példázata, de úgy is mondja például a német, hogy der verlorene Sohn, az elveszett fiú, és angolban is nem csak prodigal son-nak, hanem lost son-nak is nevezik őt, tehát az elveszett fiú, nem egyszerűen tékozló. És ennek a fiúnak a hazatéréséről van szó, ahogyan az atya elébe megy, apa elébe megy és visszafogadja őt, és azt a bizonyos mondatot olvassuk őtőle Lukács evangélium 15. részében, amire utaltam is az áhítat végén, hogy ez az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Pontosabban úgy mondja a testvérnek, a nagyobb testvérnek, hogy ez a te testvéred. És azért érzem ezt fontosnak, mert a képen ugyan nem szerepel a nagyobbik fiú, pedig ő is nagyon fontos szerepet játszik. Ő az, aki nem tud örülni a tékozó fiú hazatérésének. Aki duszog, aki csúsztat, aki hazudik, aki egyfajta karaktergyilkosságba megy bele, hiszen olyat terjeszt a testvéréről, amit a szöveg nem is mond, csak egyre udalok. Ő azt mondja, hogy elment és parázna nőkkel tékozolt el a vagyont. Ez nincsen benne a szövegben, csak az, hogy eltékozolta a vagyont. Milyenek vagyunk mi nagyobb testvérek sokszor? Lehet, hogy ilyen freudi elszólással mondunk olyat, amit lehet, hogy mi tennénk, és kivetítünk valami csúnyaságot a testvérünkre, és nem tud örülni a nagyobbik fiú annak, hogy ez a kisebbik végre haza vonszolta testét és lelkét,
és főleg nem tud örülni annak, hogy az apa visszafogadja. Ő kint van, és nem hajlandó bemenni az apa lakomájára, és azt mondja, hogy ez a te fiad ezt és ezt csinálta, eltékozolta a vagyont. És erre válaszolja az apa ennek a nagyobb fiának, hogy a testvéred. Tehát a testvér nem hajlandó vállalni ezt a szót, hogy a testvérem ezt és ezt tette, hanem az apának azt mondja, hogy a te fiad. Apám, ha te olyan bolond vagy, hogy még ezek után is a fiadnak tekinted, akkor az a te dolgod, de én nem vállalom a testvéri kapcsolatot. És az apa egymást ajándékozza őket, azt mondja, a testvéred veszett el, és találtatott meg, a testvéred halt meg, és feltámadott, és ez Júdáshoz vezet minket. A könyvnek is azért ez az utolsó fejezet címe, hogy testvérünk Júdás, vagy Júdás testvér. Gyakran szerepel így különböző szépirodalmi feldolgozásokban, elég sok verset, meg novellát, meg egyebet idézek, és Júdásról, mint testvérről, tehát nem ellenségről, nem a kitaszítottról, nem a megátkozottról, hanem mint testvérről próbálunk szólni, mert az apa egymásnak ajándékozza a testvéreket, és szerintem nekünk is megpróbálja visszaadni Júdásban a testvért. Így van. És ez a kép azért is fogott meg minket, mert ezt, amit most elmondtál, ezt a kapcsolati hálót, amit kirajzol ez a példázat, ez a kép több szempontból is megfogja, mert hogy talán éppen az a háttérben lévő szem, talán éppen a nagy testvérnek, az idősebb testvérnek a... Big brother is watching you. Igen, tehát a benne rejlő forrongó, hogy is mondjam, méltatlankodás, netán irigység, ami a szívében van, hogy ő kiszorul abból a fajta atyai szeretetből, abból a túláradó és minden határt és emberi elképzelést felülmúló ölelésből, amivel az atya magához öleli a tékozló testvért. És ez a fajta fenyegetés a háttérben, vagy a fenyegető tekintet, vagy esetleg a végtelenül szomorú tekintet, vagy a kirekesztettségnek a tekintete az, ami itt felmerül, hogy talán Júdás is ebben megjelenik. Köszönöm szépen! Mehetünk a következő diára. Ez a híres jelenet a csókkal, bár többször is lesz, több kép is lesz még, amikor ezt jelenteti látjuk. Azért választottam most így in medias res ezt a két képet ezzel a jelenettel, mert nagyon jól kifejezik azt a kontrasztot, amivel a keresztény hatástörténet Jézust, illetve Júdást ábrázolta. Egészen pontosan fogalmazta, karaktereket formáltunk Jézusból is, és Júdásból is. A baloldali képen láthatjuk, amint egy teltebb arcú, békésebb tekintetű Jézus van, aki elfordul, más irányba tekint, mint ahonnan Júdás közelít. Ez egy elutasító, alapvetően egy elutasító testi üzenet. Természetesen a csókot azt nem utasítja el. Illetve Júdás hát végtelenül visszataszítóan van ábrázolva, mint valami horgas, madárszerű lény. A másik képen is ez a jelenet látható, ott azonban felfigyelhetünk rá, hogy Jézus milyen világos színekben tündököl, szinte angyali lény, és Júdás pedig kifejezetten sötét, ördögi, és valóban ördögi vonásokkal megrajzolt, megfestett arccal mutatkozik. Szeretnék felolvasni ehhez egy idézetet Walter Jens regényéből, aki így ír. Júdás nem ember volt, hanem állat és ördög. Így igaz, a művészek tették azzá, a szobrászok, költők és festők.
azzá tették őt. A faragatlant az asztal szélén, egy icignek a zsidó orrával és széles állkapcsával, vörös hajjal, sárga kendőbe bugyolálva. A sárga irigység, a sárga kapzsiság. Szeretnék megkérni, hogy azt hiszem, hogy sugallom, hogy mit szeretnék tőled kérdezni, hogy hogyan vélekedsz erről a fajta ábrázolásról, milyen irányba mutatott, miért nevezhetjük ezt egy eltorzult júdásképnek? A csókkal kezdem, mert az előbbi elbeszélésben a tékozló fiú példázatában is szerepel a csók. Az apa a csókkal fogadja vissza. És a csók a maga intimitásával a szeretetnek a jele, és az apa nem röstelli megcsókolni a fiát, és Júdás is ezzel a csókkal ad jelzést, ami persze egyúttal figyelemfölkeltés is, hiszen Júdás hozza magával ugye a kohorsz tagjait, akik azért jönnek, hogy elfogják Jézust, és azt mondta, hogy akit majd megcsókolok, azt kell elfognatok. Itt egy ilyen sötét kertet kell a Getsemáné kertet elképzelni, hogy nem könnyű alkonyatban vagy az éjszakai sötétségben fölismerni az egyes embereket. De a párhuzam itt is megvan a két elbeszélés között, a tékozló fiú és Jézus és Júdás találkozása között. Ami a képés utal, az nagyon fontos, hogy Júdást a képzőművészet hajlamos, egészen torz vonásokkal ábrázolni. Természetesen nem maradt fönn semmilyen ábrázolás Jézusról sem és Júdásról sem, de Jézust nagyon sokszor idealizáltan ábrázolják. Mégpedig úgy idealizáltan, hogy ez biztos, hogy nem felelhet meg a valóságnak, hiszen egy közel-keletű férfi emberről van szó, vélhetően enyhén kreolbőrű, barna hajú, barna szemű, és ezzel szemben hányszor találkozunk olyan Jézus ábrázolásokkal, amelyik Radnóti szavával olyan, mint a tejbe esett rózsa, ilyen fényszemű. Én szépen kettőt menjen. Igen, jó, köszönöm, nagyon készült talán. Ez az a hát gicses és idealizált Jézus ábrázolás, amelyik hát bizony most a szívét azt talán hagyjuk is, de az arca egy ilyen szép, kicsit nőies, kékszemű, kedves, finom vonású valaki, de akkor menjünk talán vissza az eredeti képhez, mert Júdást ehhez az idealizált, és itt is még azért bizonyos fokig egy ilyen idealizált férfi ábrázolást látunk Jézusban, de Júdást minden csak nem szép. Egy kifejezetten ellenszenves, visszataszító figura, de ennél sajnos még többről van szó. Mégpedig ki kell mondani, hogy ezen az ábrázoláson, mint nagyon sok képen, Júdásban a zsidót akarják láttatni. Hát ez volt az eredeti habilitációs munkának az egyik fő csapásvonala, hogy Júdást azonosították a későbbi korú zsidóival is, és maga a név is félrevezető, mert ugye németben a Jude, az a zsidó, és a Júdás az Júdásnak a neve, ami egy közkeletű név volt, és a József is egyébként, meg a Judit is, meg egy csomó hasonló név van, meg Júdás Makkabeus is hős volt, de mégiscsak ez a bizonyos Júdás kiemelt a többi Júdás közül, és őt teszik meg a zsidó prototípusává, és sajnos vannak ilyen, hát tulajdonképpen vállalhatatlan, de a képzőművészetben gyakran ábrázolt karakterjegyek, hogy vörös hajjal, horgasorral, azokkal a sztereotípiákkal, és ez nagyon fájdalmas kimondani, de művészettörténetileg és történetileg sajnos ez igaz, hogy olyan sztereotíp ábrázolások ezek, amelyek egyértelművé tették, kis túlzással még a vak is kellett, hogy lássa, hogy itt egy zsidóról van szó. Mintha a többi tanítvány nem lett volna zsidó, pedig bizony tetőtől napi zsidó volt az összes 12. Sőt, ha Jézus nem lett volna zsidó, pedig bizony Jézus is zsidó volt, tetőtől talpig, 8 nap után körülmetélték, és a többi. Tehát mintha kiválasztottak volna a tanítványok közül egyet, aki a zsidó, és most jön a különösen és fájdalmas történelmi tény, akire ráhárították az összes előítéletet, az összes
bűnt vélt, vagy valóságos bűnt, hogy mondván ők Jézusnak, vagy Istennek a gyilkosai. És ezért kell Júdásra haragudni, mert ő megtestesíti a Jézusra törő kapzsi zsidóságot, ráadásul még ha pénzzel zacskóval ábrázolják, mert az az egyik karaktere Júdásnak még a kezében vagy a nyakában levő pénzzel zacskó, amit sokszor úgy ábrázoltak, hogy a kapzsi zsidónak a pénzes zsákja, ahol inkább csak számolgatja a pénzecskéjét és saját magát hizlalja. Tehát ez egy olyan szomorú, előítéletes kép, ami történelmileg azt sugallja, egészen nagyon leegyszerűsítve mondom most egy hosszabb történet részeként, Auschwitzig menően tulajdonképpen, hogy a zsidók megérdemelték még Auschwitzot is, hiszen ők lökték Jézust a halálba, és voltak olyan középkori passiójátékok, ezek is előrelépek, akkor elnézést kérek, de voltak olyan középkori passiójátékok, amelyeket a közönség felháborodva nézett, amikor Júdás szerepelt, és azt mondták, hogy Júdásban a későbbi zsidóság kerül színpadra, és az előadás végén megverték a Júdást játszó színészt, sőt, ha már nagyon verekedni kezdtek, akkor elmentek a zsidó negyedbe, és beverték a zsidóknak az ablakait, mondván, hogy meg kell őket büntetni azért, hogy Júdásban ők megindulták Jézus. Ezek ma már, hála Istennek, abszolút szélsőséges és szinte elképzelhetetlen indulatok, de sajnos a középkornak voltak ilyen eseményei, amikor sajnos még az egyház is fűtötte egyébként ezt a hangulatot, amikor ilyen anti-judaista vagy antiszemita tendenciák léptek föl. Igen, köszönöm szépen. Lépjünk egyet előre, mert hogy ezt a témát így lekerekítendő hoztam még egy képet. Ez is egy tipikus zsidó ábrázolás. El is nevezhetnénk Júdást egy vándor motivumnak tulajdonképpen, és van is egy másik név is, ami összekapcsolja Júdást, a zsidóságot és a vándorlást, mégpedig Ahasvérus, vagy Ahasvér, aki arra volt kárhoztatva, hogy örök életében ne lejjen nyugalmat, és vándorolnia kelljen, ne lejjen otthonra. A bolygó zsidó, vagy a vándorló zsidó motivuma, ugye a szó, magyar szó összetételben is szerepel a bolygó zsidó. Ez egy apokrif, vagy legalábbis mesés elbeszélés, tehát semmi köze a Bibliához, hogy találkozott Jézussal, és ahelyett, hogy segített volna, cinikusan nézte, és ezért utána átok alá került, és hát egész életében bolyongania kellett. Így van, és ezt a képet csak ráadásként hoztam az előzőhöz képest, hogy nagyon-nagyon kitűnik a karikatúra jellege a tipikus zsidó arcnak a megjelenítésében, kitűnnek a színek, ez a túlzott, túlzásba vitt arcvonások, ezek jellemzi Júdást is, és a zsidóságnak az ábrázolását is. Az ikonográfiában egyébként a sárga az a zsidóságnak a színe, nem véletlenül a sárga csillag, amit viselniük kellett. Tehát vannak ilyen ikonográfiai szabályok, hogy melyik szín mit jelent. A vörös pedig általában az irigységnek, a féltékenységnek a jele, és vörös hajjal ábrázolták. Nincs szó az evangéliumban arról, se Máténál, se Lukásnál, se Márknál, se Jánosnál, hogy Júdás vörös hajú lett volna, mégis szinte mindenhol vörös hajjal ábrázolják. Köszönöm szépen. Egy pillanatra még a rózsás arcú Krisztushoz akkor előrelépünk, bár a témát már megindítottad. Bevallom őszintén, hogy az én nagymamám katolikus volt, és gyerekkoromban sokat jártunk az apácákhoz hittanra, és kaptunk szent képeket. Nekem ez a Krisztus kép igen kedves volt mindig is, és nem azért hoztam, hogy ma ezt bármilyen gúny érje, hanem azért, hogy ez a Júdás perszón milyen mennyire rákészített minket a tükörbenézésre,
És ez bizony az Isten képünket is kihívást, az Isten képünkhöz is kihívást intéz. Szeretnék felolvasni most egy vers részletet ehhez a képhez. Dzsida Jenő Krisztus című versét szeretném felolvasni, amit a Tamás püspök a könyvében idéz. Én az előbb véletlenül Radnótival kevertem, de Dzsidáról van szó. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Hát igen, valóban egészen más ennek a teológiája, és az, amit végülis a Júdás történet elénk akar hozni, meg a tékozó fiú története, és maga az élet is. Csak finn vendégünktől elbúcsúzunk, de örülök, hogy Jussi Rüdkölen személyében egy finn lelkész barátunk itt volt, el kell mennie, már jelezte előre, nem azért megy el, mert ütakozik az előadás ellen, hanem mert más időpontja. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük szépen. Jól tud magyarul, azért kommunikálunk itt. És felmerül bennem a kérdés, hogy vajon nem árultuk-e el Jézust, hogyha a kereszténységtől, a keresztény hittől mi is ilyen derült és jól lakottságot várunk, és azt gondoljuk, hogy akkor jó minden, hogyha mi is ilyen tejbe esett rózsás arcú keresztényekké válunk. Szeretnék a következő diára áttérni, amivel megint egyrészt egy csókábrázolást látunk, de ezt most azért hoztam, mert ez a két arc, most éppen itt a szemek egymásra tekintenek, hogyha megfigyeljük. És olyan, mintha a két arc összeolvadna egyé. Szeretném, hogyha mondanál néhány szót az árulásról, erről a kettősségről, erről az egységről és kettősségről, amit ez a kép mond nekünk. A könyvben elég sok nyelvi vizsgálatot is végzünk, ha úgy tetszik, etimológiailag a bibliai görögöt elemezzük, és amit mi magyarul árulásnak nevezünk, az az eredeti görög szövegben, hiszen az evangéliumok görögül hagyományozottak nekünk, egy egész más szóval szerepel, a paradidomi szóval, ami azt jelenti, hogy átadni. Tehát az már megint csak egy kicsit a későbbi koroknak a belevetítése. Való igaz, hogy pénzt kapott ezért Júdás, tehát a 30 ezüstöt ő megkapta, bár aztán mi lett a 30 ezüst sorsa, arról eltűrő beszámolók vannak a Máté evangéliumában és a Cselekedetek könyvében, de az biztos, hogy pénzt kapott, és ilyen értelemben az árulásnak van jogosultsága, hiszen ára volt Jézusnak, ahogy tetszik, ráadásul 30 ezüst egy rabszolgának az ára, ez is azért nagyon döbbenetes, és nagyon sok olyan ószövetségi ige beteljesedéséről van szó ebben az esetben, és egyáltalán a passió történetben, amely az ószövetséget jól ismerő korabeli zsidóság számára üzenetértékű volt, hogy a legjobb barátom emeli föl a sarkát ellenem, például ez egy ószövetségi profécia, és ez Júdásban teljesedik be, hogy a barát emeli fel a sarkát. De akkor rögtön térjünk már arra is, hogy mikor is emelte föl Júdás a sarkát, még a csókra visszatérek, de most egy másik testrészre, a lábra utalok az ajak előtt. Mikor emelte fel Júdás a sarkát? Akkor, amikor az utolsó vacsorán Jézus kötény kötött maga elé, és megmosta a tanítványai lábát. És föl kellett emelnie a lábát mindegyiknek, és azért ezek nem voltak olyan szépen lábápolt lábak, hanem el lehet képzelni, hogy ott palesztin vidéken milyen állapotok dúltak, és milyen piszkos és nem mondok más jelzőket, lábak voltak ezek. Nos, Jézus kötényt köt maga elé, és sorra megmossa mindegyik tanítványnak a lábát,
Péterrel kapcsolatban olvassuk is, hogy ő kézzel, lábbal tiltakozik az ellen, hogy nem moshatod meg az én lábam, de Jézus azt mondja, hogy de igen, be kell, hogy teljesítsük az írást, és igenis, most legyen egy szerepcsere, szinte sugallja Jézust. Én vagyok a szolga, és te vagy a szabad, és megmosom a lábamat, a szolgák tevékenységét elvégzem, és akkor Péternek az annyira megtetszik, hogy azt mondja, akkor már most meg a fejemet is, és annyira mindent akarok tőle kapni. Na de ami érdekes, hogy inkluzíve úgy érthetjük az elbeszélést, és több olyan ábrázolás van, talán lesz is majd egy olyan kép, ahol Júdás lábát is megmossa Jézus. Tehát Jézus vállalja Júdással kapcsolatban is, akiről pedig már tudja, hogy áruló lesz, vállalja Júdással kapcsolatban is ezt az alázatos cselekedetet. Micsoda fennkölt magatartás kell, hogy fennkölt lelkület kell ehhez, hogy valaki tudja, hogy az árulóval állok szemben, de mégis megmosom az ő lábát is. És nem azért, hogy megszégyenítsem, hanem azért, hogy kifejezésre juttassam, hogy én még őt is szolgálni akarom. Én még neki is szolgálja vagyok, és ez Jézus részéről a legnagyobb méreszállás. Teológiai nyelven ezt kenózisnak nevezzük, önmagunknak a megüresítése, amikor Jézustól azt mondja Pál apostol, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és végül is még a kereszthalált is vállalta. Ez már a kereszthalálnak az előszobája, és a szolga Jézusnak a bemutatása, aki még Júdást is szolgálja. Júdással szemben is vállalja ezt a megszégyenítő pozíciót. És akkor itt érünk vissza a csókra, illetve arra a két szemre, ami szinte egybe olvad, amiben pedig már a testvért látjuk. Tehát szinte egy olyan festészeti megoldás ez, hogy egy felületes pillantással azt hihetnék, hogy itt egy arcról van szó, a kettő egybe olvad, és Jézus nem akar Júdás nélkül létezni. Mégpedig azért, és itt jövök vissza az áruláshoz, a paradidómihoz, azért, mert Júdás a teológia nyelvén executor novi testamenti, az új szövetségnek a végrehajtója, tehát Júdás végrehajtja Istennek az akaratát. Júdás nélkül, nagyon leegyszerűsítve, nem lenne üdvösség. Ha Júdás nem végzi el a piszkos munkát, akkor Jézus nem ment volna a keresztre, nem vállalta volna az üdvözítő halált. Isten biztos kitalált volna akkor is valamit, de mégis Júdás végezte el ezt a döbbenetes munkát, amivel kapcsolatban megint csak az írás azt mondja, hogy botránkozások kell, hogy legyenek, de mégis jaj annak, aki megbotránkozta. És ez Júdásnak a tragédiája, hogy valaki el kellett, hogy végezze az árulásnak a brutális halálba vezető, halálba lökő gesztusát, és éppen ő vállalta magára ezt a sorsot. Igen. Most következik néhány olyan kép, amely szintén ezt a lábmosás jelenetet fogja ábrázolni, úgyhogy most nem térünk vissza, majd egy picit később térünk erre vissza, inkább előre felemegy létszős még egyet. Köszönöm szépen! Ez a kép azért érdekes, mert egyszerre két dolgot, két jelenetet is egy képen ábrázol egyszerre. A bal alsó sarokban azt látjuk, hogy Jézus megmossa ugye a tanítványok lábát, az egyik tanítványok a lábát, itt feltehetően Péterről van szó, aki a feje felé int, hogy akkor még a fejemet is mosd meg, Uram. Majd pedig a kép közepén Jézus látjuk, amint nyújtja Júdásnak a falatot, aki az asztal előtti térben a földön ül. Azon túl, hogy a képnek megvannak a síkjai és az osztásai, az a nagyon érdekesebben az egészben, amit már tulajdonképpen utaltál rá, hogy Jézus lehajol a porba, ahol a sár van, ahol a kosz és mocsok van, és elvégzi azt a fajta gesztust, amivel aztán követségbe elküldi tanítványait a világban, és ami miatt ő hozzá szabaddá válik az út. Tehát ő nem fölé helyezi magát az embernek, hanem inkább alá,
És a második jelenet, ugye, amikor nyújtja neki a falatot, éppen azáltal, hogy a karja keresztezi az asztalt, fejezi ki azt a fajta kapcsolatot, hogy ő nem engedi el azt sem, akinek tudja, hogy mi van a szívében, vagy nincs esetleg határozott meggyőződés. Ugye tudjuk, hogy felszólítja Júdást, hogy tedd meg, amire készülsz. És ez a kép talán ezért ilyen megható is, hogy minden áron és mindenen át Jézus oda nyúl le az emberhez, aki itt éppen Júdás az, aki számunkra ki fogja fejezni, hogy ő nem tudja méltón a megmosott lábát, tehát hogy nem tudja méltón folytatni az útját ahhoz az üzenethez képest, amit ez a lábmosás akart volna jelenteni. Tudnál erről mondani pár szót még? Talán Júdás magányosságát is láthatjuk, bár ehhez képest még vannak ennél erőteljesebb képek is, amikor teljesen egymaga van Júdás az asztalnak az innenső oldalán. Itt azért legalább egy valaki ott a jobb alsó sarokban van. Hoztam még egy képet, igen, akkor nézzük is ezen azt, hogy igen. Hát, ha erre gondolsz. Igen, itt, igen, ez például, ahol szinte a terítő alatt van, tehát mint egy kutya. Pamacs kutyát szokott így a terítő környékén ott lepzselni, és várja, hogy valami falatot kapjon. És csúnya szóval, így nem írtam a könyvben, de lemegy kutyába Júdás. Tehát vállalja ezt a kutya sorsot, ugyanúgy, ahogyan ezt a metaforát egyébként Jézus használja, ez most itt eszembe nem is rossz, Jézus használja a szirofőniciai asszonnyal kapcsolatban, hogy nem jó a gyerekek kenyerét a kutyáknak adni, és ezért én csak Izrael házának elveszett fiaihoz jöttem, és hozzád a pogány asszonyhoz nem. És az az, hogy vállalja ezt a kutya sorsot, azt mondja, hogy de én megelégszem a kutya sorssal is, és nekem az is jó, hogyha te egy kutyába veszel, szinte ezt sugallja az asszony. És Júdás is valami hasonlót élít át, szinte az orosz alatt bújkál, mint egy megszégyenített gyerek, és a többi tanítványnak az összezártságával, ami az asztalnak a túlsó oldalán van, mint egy falang szinte egymást erősítik, és biztatják, és bátorítják, és velük szemben ez a végtelenül magányos, kuporgó, bujkáló Júdás van. Ilyen miniatúrák is vannak ezzel kapcsolatban, és különféle biblia pauperum ábrázolások, ahol Júdás tényleg végtelenül magányosan kuporog, és Jézus adja neki a falatot. Az említett Walter Jens író, aki teológus is, foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy ez az úgynevezett Judász kommunión, hogy Júdás akkor az ostjával vagy a falattal együtt a kárhozatot teszi magához, mint később az egyház ezt így tanította, hogy kárhozatra lehet az úrvacsorát venni. És azt mondják, igen, itt Júdás elkárhozik, mert ő Jézussal együtt nyúl a kárba. Ha figyelmesen nézzük az evangélium szövegét, ott nincsen szó erről. Én abban feszegetem csak a határokat, és bizony van, aki ezt nem tudja követni, egy kicsit háborúba olvassák némelyek a könyvemet, de nem baj, mert ez vitát generál, hogy én hogy merek szakítani egy 2000 éves Júdás ábrázolással. Én azt mondom, hogy azért merek szakítani 2000 éves beidegződőségekkel, mert az írásban nem olvasom feltétlenül azt, amit később belevetítenek abba. Tehát együtt eszik a távol, de nem arról van szó, hogy Jézus ezzel a falattal a kárhozatot gyöbösszöli bele, mint a libát tövő asszonyok a liba nyakába, a Júdásba a kárhozatot gyöbösszöli bele, hanem egyszerűen egy közös étkezésről van szó, ahol Jézus lehet, hogy végtelen fájdalommal mondja, sőt nem is lehet, hanem biztos, hogy egy közületek elárul engem. És akkor még egy fontos, hogy a tanítványok, a többi 11 sorra elkezdi kérdezni, én vagyok az Uram? Talán én vagyok az? Tehát el tudják talán magukról képzelni, hogy ők is Júdássá lesznek. Potenciális Júdások vagyunk. És erre egyébként a zenében, nem tudom, le tudjuk-e majd játszani, vagy nem, a Bach Máté Basiójában fantasztikus zenei eszközök állnak a
zeneszerző rendelkezésére, ahol ezt a kérdést, hogy én vagyok, ezt 11-szer ismétli meg a kórus, és végül is Júdás az, aki, akire Jézus azt mondja, hogy te mondtál. Igen, még ez a dombormű még azért is nagyon érdekes, nem csak azért, mert magányos, hiszen milyen is lenne az az ember, aki az ördöggel cimborál, hanem ez már egy olyan ábrázolás, ami Júdást kifejezetten egy démonizált alakként mutatja be, pontosabban finomítanék nem kifejezetten, hanem ahogy látjuk ott a, egy ilyen sárkányszerű ördöglény fogja őt hátulról az ő lábát, tehát tulajdonképpen már az ördögnek a hatalmában van, mégis annyira emberi, ahogyan próbál fölkapaszkodni Jézushoz, és szinte könyörög, mintha könyörögné azért a falatért, és el is vesz tőle, és megint csak Jézusnak az a gesztusa, hogy Jézusnak átér a karja világok között, az asztal fölött és az asztal alatti világ, ami ugye az ördögi lét és az ördögi megkötözöttségnek a világa akar lenni. Júdás talán egy kozmikus harc áldozata. A jó és a rossz, az Isten és az ördög közti harc közepette szakadt szét az ő élete, majd a szétszakadást a szószoros értelmében is érthetjük a Cselekedetek könyvében ábrázolt halállal kapcsolatban, azt hiszem lesz az a kapcsolatban is kép. Tehát a kozmikus harc áldozata, hogy a jó és a rossz egyaránt meg akarja őt kaparintani. És ez a nagy kérdés, és ez az én kereteket feszegető kérdésem, hogy jó szívvel tudjuk azt fogadni, hogy Júdást elvitte az ördög. Vagy pedig ott van bennünk a reménység, hogy Isten szeretete Jézus Krisztusban nagyobb, mint az ördögnek a hatalma. Könnyű azt kimondani, hogy elkárhozott, és még kicsit fel is lélegzünk, hogy hát nem ikározunk el, hanem ő. És a 11 olyan aranycsapatként viselkedik. Pedig, hát ha valaki elkározik, az fáj, az fáj nekünk. Keken András egyik konfirmáló lelkészen mondta, hogy ha tudom, hogy valaki elkárhozik, és én üdvözülök, én ezt az üdvösséget nem tudom jó szívvel fogadni. Ez már megint teológiai keretfeszegetés, az apokatasztázis panton kérdése, hogy végül is Isten mindenkit üdvözíteni tud, ezt hagyjuk nyitva egyelőre, de én csak ennek az emberi felvetését mondom, hogy könnyen lemondunk valakiről, és a párhozatot a szívünk őt, pedig lehet, hogy Jézus nem engedi el olyan könnyen. Ha életében nem tudta megmenteni, kicsit előre szaladom, ha életében nem tudta megmenteni, lehet, hogy az örök életre azért meg tudja menteni, és ez egy olyan teológiai kérdés, amit a pokol járással, vagy Jézusnak a pokolra való alászállásával szoktuk érzékeltetni. Máté evangéliuma szerint, és már most utalok arra, mert tudom, hogy itt együtt gondolkodó emberek ülnek velem szemben, hogy itt különböző ábrázolások vannak a Szentíráson belül. Máté evangéliumában Júdás előbb hal meg, mint Jézus. Nagyon leegyszerűsítve mondom. Visszaviszi a 30 ezüstöt, azt mondja, hogy vissza a babaruhát, bocsánat, ilyen nyersen mondom, nem akarok áruló lenni. A főpapok kigúnyolják, azt mondják, hogy barátocskám, most már késő, nem veszük vissza a 30 ezüstöt. Júdás ezért megalázottan, felháborodva, kétségbe esve elszalad és felakasztja magát. És ezt követően jön a passió, Jézus passió története, tehát Júdás előbb hal meg, mint Jézus. És erre mondják bizonyos teológiai gondolkodók, hogy azért halt meg előbb, hogy Jézus a pokolba majd utána menjen, amit a hiszekeiben is mondunk, hogy alászállta a poklokra, hogy a pokolba jutott, vagy a pokol felé tartó Júdást Jézus megmentse, és felhozza őt onnan. És azért mondom, hogy különböző ábrázolások vannak, mert ha az apostolok cselekedeteit olvassuk, akkor ott viszont egy olyan halál tusát látunk, ami nem Jézus halálát megelőzően, hanem jóval azt követően zajlik,
mert Júdás a 30 ezüstöt nem adja vissza a főpapoknak, hanem megtartja, abból bevásárol, elmegy és vásárol egy földet, van ideje még kereskedni, és azt a földet kezdi el művelni, és valami történik, valami baleset, ott lezuhan, vagy megbotlik, vagy nem tudom, mi történik, de lezuhan, és kifordulnak a belei, és a beleink keresztül távozik el a lelke. Na, talán lesz ilyen ábrázolás. De azért mondom csak ezt, hogy ha valaki megvásárolja azt a földet a 30 ezüstért, és van ideje ott azon dolgozni, akkor az minimum napokkal, de lehet, hogy hetekkel így talán után kellett, hogy történjen. Nincs semmi baj, hogy a Bibliában nincs mindenben összhang, hiszen évtizedekkel az események után írták le, egy hosszú szájhagyomány után, nem tanúként, szemtanúként, akik ott voltak, írták ezeket le, hanem egy későbbi hagyományozódás után. Van az Új Szövetségnek egy ilyen bizonyos színgazdagsága, ne ijedjünk meg ettől, és azért mondom, a nagykorú felnőtt olvasó közönségnek merem ezt mondani, hogy a Bibliát ilyen értelemben lehet nagyon óvatosan mondom ezt a szót, hogy a Biblia kritika eszközeivel, mert a Biblia kritika nem azt jelenti, hogy kritizálom a Bibliát, hanem azt jelenti, hogy tudományos eszközöket használok a Biblia kutatásban, nyelvészeti, kortörténeti és egyéb eszközöket, és ebben a könyvben is ezt tesszük. Megint így sokat mondtam, de azt akartam csak elmondani, hogy Jézus szeretete a Máté írása szerinti evangéliumban talán még utána nyúl, ahogyan mondta ezzel a szép képpel, utána nyúl Jézus Judásnak, és meg akarja Judást is menteni. Szeretnék mindenképpen erre reflektálni, a kettő dologra is, amit mondtál, de hogy nézzük meg képileg ezt a halált, ezért az Ádámot kérlek, hogy négyet menjél előre, még oké, itt köszönöm. És akkor itt látható az, amiről az előbb beszéltél. Szörnyű ez a kép. Tessék, ez egy oltárkép, ez egy templom ablak. Júdás ott lóg a fán, ez egyfajta evangélium harmonizálás, mert a Máté evangéliumában valóban arról van szó, hogy felakasztotta magát, de a Cselekedetek könyve elején nem önakasztásról van szó, hanem egyfajta balesetről, és arról, hogy kifordulnak a belei, és a belén keresztül távozik el a gonosz lélek. Ezt úgy mondták a középkorban, hogy az az ajak, az a száj, amivel megcsókolta Jézust, annyira szent volt, hogy az utolsó lehellete Judásnak nem az ajkán keresztül, hanem bocsánat, az alfelé keresztül kellett, hogy eltávozzon. Rettentő, gusztustalan, szörnyű. És ilyen rettentő, gusztustalan, szörnyű ábrázolások voltak a középkorban, és ott a ördög, mint egy császármetszés, kiveszi Judásból, Judás beleiből, kiveszi ezt a lelket és magával viszi. És a másik képen is ugye elrabolja, mert így lehetett az embereket ijeszgetni, rémizgetni, elrettető példának bemutatni Judást. Az együttérzésnek, az együtt szenvedésnek, a kompassziónak semmi jelét nem látjuk ezeken a képeken, inkább egy ilyen gonosz és a másik szenvedését kárőrvendően fogadó gesztust látunk ebben. Hát ugye megfélemlítés és példastatuálás. Engem a jobboldali kép mozgatott meg igazán, vagyis hogy mikor nézegettem, persze a baloldali is borzasztó, de a jobboldali pedig különösen azért, mert az a lélek, amit ez a piros ördög elrabolva visz, mint egy zsákmányt, az igazából egy bárányhoz hasonlít. És ugye ez a nyájat hívja elő bennünk, hogy Júdás is egy báránya volt Jézusnak. De majd ne felejtsük el, lesz egy képügyemes a végén, azt hiszem, azt a végére tartogatod. De ezt a gondolatot jegyezzük meg, hogy Júdás mint bárány, és Jézus mint pásztor. Egy nagyon szép képpel fogjuk majd zárni. És aki még nem vette meg a könyvet, nehogy emiatt most azt mondja, hogy ezt a könyvet én nem szeretném megvenni soha. Már ne csináljuk a Luther kiadónak most kudarc élni. Nem ilyen csúnya képek vannak benne elsősorban. Tehát ez kivételes, de hozzátartozik sajnos a múltunkhoz, hogy így is ábrázolták Judást. De alapvetően mentek szülni? Tényleg? Na, Isten. Gondoljuk szeretettel Csaba a korábbi titkára és felesége. Isten áldjon benneteket! Igen.
talán kapcsoljunk is akkor vissza három képpel, jó? De csak azért, mert ez egy érdekes urvacsorai kép, mégis, hogy ne a borzalmakat nézzük egész este. Tehát csak annyit, hogy még reflektálk erre, hogy Tamás püspöknek ami elismerésre méltó ebben az egészben, azért igenis az, hogy hozzámertél ehhez nyúlni. Tehát éppen ezek az ábrázolások azt mutatják, hogy foglalkoztatta az embereket Júdás elkárhozásának a kérdése. És az ábrázolások azt mutatják, hogy ez továbbra is egy nyitott kérdés. Annak ellenére, hogy mi emberek nagyon fekete-fehéren szeretünk gondolkozni, és dönteni, ítélkezni, hogy mi a jó, mi a rossz, és ha valaki nem fér bele az egyik kockába, akkor bizony úgy jár. És ezek a képzőművészeti ábrázolások mutatják, hogy azért ez nem ennyire egyértelmű. Isten, Jézus kereszthalála értünk, az ő karnyújtása pont nem erről árulkodik. Azért erről a képről annyit, hogy Lukasz Cranach oltárképe Wittenbergben, és nagyon érdekes ikonográfiai felfedezéseket tehetünk. Kezdjük ugye Luther Mártonnal, ott a kép jobb szélén Junker Jörgnek öltözve, hiszen tudjuk, hogy a warburgi magányában bölcsvigyes akciójának köszönhetően, aki megmentette Luthert a haláltól, a birodalmi átok miatti potenciális haláltól, és álruhában és álszakállal, pontosabban igazi szakállal, de máskor nem visel szakáll, jelent meg és tartózkodott Warburg várában, és ez tehát Luther alakja az utolsó vacsorán, mert Cranach nagyon bátran használja ezt a festészeti megoldást, hogy saját kortársait azonosítja egyik-másik tanítvánnyal. Más reformátorokra is ott rá lehet ismerni, vagy például saját magára is a háttérre az a szakállat, az képét belevitte. De az érdekes az, hogy a kép bal szélén Jézussal szemben, akinek ugye a kevelén ott nyugszik János, a szeretett tanítvány, ott van Júdás. De látszik, hogy itt is szinte ugrásra készen, éppen csak úgy félfenékkel, hogy úgy mondjam, már látszik, hogy elmozdul onnan, és nem is néznek rá, hogy a közvetlen szomszédja tüntetően elfordult tőle, ez is a szokásos júdási megalázottság, és Jézus nyújtja a falatot Júdásnak a szájába, és ezzel, mint egy hát beteljesíti azt, hogy Júdás utána elindulhat, hogy tedd meg, amit meg kell tenned. Jó, köszönöm. Egyet lépjünk előre, bár már ugye beszéltél erről tulajdonképpen, amikor Júdás meghozza a döntést, és elmegy megtenni azt, amit forgat a szívében, és amit az evangélista Jézus szavain keresztül kiszól, hogy menj és tedd meg, amit szándékozol. Ezen a képen az a szokványos Júdással kapcsolatban gyakran ábrázolták valamilyen démon, ördög vagy szellemi lény kíséretében, ugye, mint aki annak a fókja, ezt most már az előző képen is láttuk. Szószoros értelemben nem a maga ura, valaki irányítja őt, az ördög fogja a vállát, az ördög állítja őt irányba, és tényleg fogja, örülnek a fogja. Most légy szíves, kettőt, hármat lépjél előre, köszönöm. És itt látható, ez is még egy ilyen kép van, ami szeretné nekünk megmutatni, hogy a passiójátékok egészen a 20. századig jelen voltak a népi vallásosságban, és a népi hiedelmek tartották magukat egész sokáig, és a népi babona kiélte magát, és Júdás az egy nagyon jó bűnbak volt, jól el lehetett őt agyabujálni és kitombolni a haragunkat, jól megmondani a tutit, és hát ugye amit ezen a fényképen láthatunk, és még egy következőn, az a Júdás verés és a Júdás égetésnek a népszokása. Például ilyeneket kántáltak hozzá, ez egy
részlet egy gyerekkarból, amit a gyerekek énekeltek. Rónai György Júdás könyve őriz meg sok ilyen népszokást, és az egy kincses bánya ilyen szempontból. Júdás volt az árulója, vessétek be a folyóba, csókot adott néki még, verjétek be a fejét. 30 dallér a markában, kenderkötél a nyakában, kívül belül csupa méreg, nezzen, nezzen rusni a féreg. Szeme kancsal, szája ferde, csatlósokkal ment a kertbe. Haj, haj, virágom, folyik a vér orcádon, Júdás kára, kötél kell a nyakára. El tudjuk képzelni azt a fajta agressziót, ami ezen közben aztán sajnálatos módon történt. A passió játékok esetében bizony valós szereplőkön, amikor is a szereplő és a szerep egymásba csúsztak. Erről Rónai György, azt hiszem az előzőt is onnan intéztem, igen. Csak közben még van egy másik is, Kodolányi Jánosnak is az Én vagyok című regénye, ami nagyon érdekes Júdás perspektívát vett fel, így az agresszió kapcsán. És Rónai György Júdás könyvéből szeretnék még egy részletet felolvasni. Jézus bibliai árulójából váratlanul Jézus valóságos gyilkosa lesz. A kiválasztott azután külsőleg-belsőleg azonosul szerepével. A kétféle valóság, élet és szerep egybemosódik, hatnak egymásra, táplálkoznak egymásból. Szerep jellemet, jellem szerepet formál. Szerep és szereplő kölcsönösen, mint egy egybenőnek, egymásba hasonulnak. Két áldozata van a tragédiának, Jézus és Júdás. És kérlek szépen kettőt menjen vissza. Jézus haláláért Júdás a felelős. Ez igaz, mert hiszen Júdás árult el Jézust. De ki a felelős Júdás árulásáért? Az eszében az író még tovább megy. Legvégső soron erről akartam írni. A Júdásokért való felelősségünkről. Arról, hogy mielőtt kést döfnének, kötelet ragadnának, ököllel ütnének, torkokat átharapnának, ahogyan valóságosan is tették. Talán a kárhozott fiai is szeretnének legalább egyszer sírigható érvénnyel az üdvösség fiai lenni. Ha nem sikerül, a felelősség nem egyedül őket terheli érte. Emlékeztetném a jelenlevőket és önmagunkat is arra, hogy ezek a mondatok nem valamiféle teológiai fenegyerektől származnak, vagy posztmodern, megbotránkoztató íróktól, hanem olyan személyektől, mint Rónai György, aki elkötelezett katolikus volt, Kodolányi János, azt hiszem, hogy református volt, ha jól tudom, de javítsanak ki a szakértők, aki egyébként az Én vagyok című könyvének azért adta ezt a címet, mert nem merte Júdás könyv címen publikálni. Magában és a környezetében úgy nevezte, hogy írom a Júdás könyvemet, de tudta, hogy ez botrány lenne Júdásról könyvet írni, ezért a biztonság kedvéért Én vagyok címet adott neki, ami ugye Jézusnak a mondása, de a könyv 80%-ban Júdásról szól, Júdásnak a sorsát ábrázolja. Tehát, de mondhatjuk a pasiójátékok kapcsán egyikhoz Kazáncakiszt is, ahol szintén ezt a pasió ábrázolást látjuk. És csak a képekre egy mondatra visszatérve, képének nem is kell, de ez a bizonyos Júdás égetés, meg Júdás verés, ez egyrészt ennek a folklorisztikus hagyománynak a megjelenése, másrészt egy pszichológiai csatorna tulajdonképpen az agressziónak a kiélése. Ahogy mondtad is, hogy kell a bűnbak, akire ráhárítunk minden rosszat, elégetjük, Pilátus égetés is van, meg Pilátus verés is, vagy elagyabujáljuk, és összekötjük ezt mindenféle ilyen természeti babonával, vagy télűző szertartással, de sajnos vallási elemeket is belevisznek ebbe a folklórba. És ez a dombormű, ami talán egy 4.-5. századi, tehát nagyon régi ábrázolás, számomra azért megdöbbentő, mert ismét mondom, a Máté evangéliuma szerinti sorrendet ábrázolja, hogy Júdás és Jézus szinte együtt hal meg. Picit Júdás hamarabb hal meg, ő már ott kiszenved a kereszten, már lóg a lába,
és látszik, hogy a nyakán már szorul a hurok, és Jézus pedig még ott van a kereszten. Jézus felé fordul, ahogyan a János evangéliumában olvassuk is, édesanyja meg a szeretett tanítvány, akik az egyházat testesítik meg, és jól teszi az egyház, hogy Jézus felé fordul. A keresztre figyelünk. De egyúttal, és engem ez ragadott meg, miközben Jézus felé fordulnak, Júdásnak hátat fordítanak. Júdást kirekesztik, Júdást kizárják, Júdást a kárhozatba lökik, pedig, ahogyan itt a szövegben olvastuk, ha nem is mondanám azt, hogy két passió, mert a passió az Jézus szenvedésére van fenntartva, de két embernek a szenvedés története. Az egyik az Isten ember, a másik az emberember, de két szenvedés történet tanúi vagyunk. Júdás is a szenvedő, és Jézus is a szenvedő természetesen. Azt hiszem, hogy most jön el az a pillanat, amikor a zenére ráfordulhatunk, ugyanis Johann Sebastian Bach is ezen gondolkozott el. A Máté passiót, amikor megírta 1627-ben, akkor kiváló librettistája volt, Pikander, aki nagyon jól eltalálta a bachi zeneszerzésben a szövegnek a helyét és az összhangját. Tehát a két ember kiválóan dolgozott együtt. Ugye ez nem lehetett volna anélkül, hogy mind a kettőnek, de különösen Bachnak tudjuk, hogy milyen teológiai műveltsége volt, Luther könyvtárat tartott otthon, és Luthert tanulmányozta, és megvolt a saját teológiai látása Júdással kapcsolatban is. Tamás Püspök azt írod a könyvedben, hogy Pikander kihasználja azt a lélektani teret, amelyet Máté evangélista azáltal teremt, hogy nála nem tudjuk meg Júdás cselekedeteinek motivációját. Egyszerűen csak Jézus barátjaként, a 12 egy tagjaként, mint tanítványt látjuk őt, akiből áruló és gyilkos válik, de aki a végén nagyon meg is keseredik. Máté Júdása vívódik a Jézus iránt érzett barátság ambivalenciájával és felelősségével. Az homályos maradt, hogy mi okból döntött úgy, hogy összejátszik a főpapokkal, a történések láttán mégis annak vagyunk tanúi, hogy Júdás kétségbe esetten próbálja megállítani, visszafordítani az események sodrását, visszamegy a főpapokhoz és a pénz visszaadásával kifejezi, hogy meggondolta magát, mint egy eláll a megállapodástól és követeli az eredeti állapot visszaállítását. Ennek lesz a drámai megfogalmazása a Máté passió 51. basszus áriája, adjátok vissza Jézusomat. Köszönöm. Mielőtt elfelejtem, meg kell említenem egy kiváló segítőmet a sok közül, Kamp Salamon. Ezt a fejezetet vele konzultálva tudtuk megírni, aki korábban egyébként volt a Szabad Egyetem vendége is, Kossuth Díjas bakkutatóról és karmesterről van szó, a Lukeránia vezetőjéről, nagyon alázatosan, nagyon nagy segítséget kaptunk Kamp Salamontól. Érdemes elolvasni ezt a fejezetet is, mert tényleg zenei vizsgálódásba is belebocsátkozom, ahol aztán végképp nem vagyok szakértő, de mondjuk az After Crying együttes Júdás ábrázolásától a Jézus Krisztus szupersztáron keresztül természetesen Bachig, az 5. evangélistáig, akinek azért igazán hinni lehet, és aki nagyon-nagyon jó teológus volt. És ezt a basszusáriát azért érzem megrendítőnek, mert Júdást nem csak esendőnek ábrázolja, de olyan személynek, aki szeretné Jézus visszakapni. Felismeri a bűnét. Hasonlóan Péterhez. Péter is megkeseredett, és Júdás is megkeseredett. Persze Péter az, aki tudta, hogy Jézusnál kell a vigaszt találni. Júdás sajnos nem jutott el életében addig, hogy Jézusnál vigaszt aludjon, de azért Júdás, ha úgy tetszik, az utolsó szavával még Jézus ártatlansága mellett tanúskodik. Mert mit mond? A főpapoknak vétkeztem, ártatlan vért árultam el. Ha úgy tetszik, még az utolsó pillanatban, mert még itt él Jézus,
az utolsó pillanatban, mint egy mentő tanú jelentkezik, hogy emberek, hát álljatok meg, ez ártatlan, nem bűnös, de a főpapok cinikusak, és örülnek, hogy találtak egy ilyen balekot Júdás személyében, és azt mondják, hogy ez a te dolgod, most már nem törődünk veled. És Júdás ekkor ugyanúgy baktál legalábbis, ugyanúgy sír, mint ahogyan az evangéliumokban Péter sír, és könyörögve mondja a zenei eszközökkel, ha bele tudunk hallgatni, nagyon megköszönöm, könyörögve mondja, hogy adjátok vissza Jézusomat, az én Jézusomat, és könyörög, hogy visszakapja őt. Remélem, hogy a társaságnak tetszeni fog, hogyha meghallgatjuk ezt az áriát. Egy két perc és 58 másodperc, talán ennyi belefér. Ilyen precíz munkatársam volt. Minden Jézus Niger, adjátok vissza Jézusomat, három sort idézek a magyar fordításból, adjátok vissza Jézusomat, lássátok a pénz, a vérdíjat, a tékozó fiú lábatok elé szólja. A tékozó fiú, tehát a Lorenzo Zorni, szerepel Bachnál, pedig a két történet közvetlenül nem kapcsolódik össze. De ugye az elején próbáltam mondani, meg a csók kapcsán, meg a visszafogadásról, a testvérgesztusról szóltam, vagy akár a könyv címe is, hogy Jézus a Júdással elveszett tanítvány, a tékozó fiúról olvastuk, hogy elveszett és megtaláltatott. Lassan beszélgetésünk végéhez érünk, és akkor odalapoznánk, hogy kérlek szépen néhányat tenni, amit mondom, hogy megnálunk. Igen, köszönöm. Ez az a kép, amire utaltál az elején, úgyhogy akkor egy keretet fogunk hallgatni, ez a kép, és még a várva már képül következik. Igen. Ezt egy bencés szerzetestől kaptam, akivel svájci bencés apátkóra ráadásul, akivel Pannonhalmán találkoztam, és egy, most nem tudom, hogy Németországi vagy svájci
Kolostorban, Kolostor templomban látható ez a kép, Szent Júdás. Szent Júdás. Először azt gondoltam, hogy hát persze van Szent Júdás, mert a Bibliában van Júdás könyve is, egy másik Júdásról erre könyv. És azt hittem, hogy ez a Derék Bence és Agya Tihán eltéveztek a házszámot, de nem, mert ez egyértelműen Júdás Iskariótes, hiszen ott van a nyakán a kötél, és ott van a pénzes zacskó. Tehát azok az attribútumok, amelyek kötelezően hozzátartoznak Júdás ábrázolásához, és egy templomnak a falán egyéne merészen ábrázolták Júdást, hogy talán még ő is a szentek közé sorolható. Amivel kezdtünk, azt az amerikai képre utalok, hogy Júdás elmegy és a glória ott marad, itt úgy tűnik, hogy a glória is megvan, a feje fölött látszik halványan, és azt a talán reményt vagy merész álmot fogalmazza meg, ne foglaljuk állást amellett, hogy Júdás üdvözült, mert ez az Isten titka, hogy ki üdvözül, meg hogy kiválhat szenté, de legalábbis ezt a képi ábrázolást ilyen merészen vállalta az alkotó, és vállalták azok a bencések, akik ezt a templomot naponta használják. Köszönjük, és akkor kérdezik. De nem akarom Júdást szenté avatni ismétlen, mert feszegetem a kereteket, de azt sem szeretném, ha azt mondanak hátra dőlve, hogy ő a távozott. Már csak azért sem, mert ez egy... Hát egy egész, ez egy franciaországi templom oszlop főjén látható. Ez kérem szépen egy jó pásztor ábrázolás. A jó pásztor nyakába veszi a bárányt, az elveszett bárányt, a századikat, aki önhibájából veszett el, hiszen elcsatambolt, de akivel kapcsolatban a pásztor nem azt csinálja, hogy megbünteti és kettőt még belehúg, szégyen magad, hogy hagytál engem ilyen bajban, szívinfarktus kapok miattad, itt hagysz engem a ijedelemben, nem fog tudni elszámolni, mi lesz majd velem. Nem magával törődik, hanem a bárányjal, látja, hogy éppen eléggé kimerült, éppen eléggé elalélt, éppen eléggé haldoklik, és ezért a vállára veszi ezt a századik bárányt, és visszaviszi a közösségbe. És ez megint csak az attribútumokról látszik, hiszen ott van a pénzes zacskó, ez egyértelműen Júdás. Jézus, a jó pásztor, nyakába veszi az árulóját. Hát ennél nagyobb erkölcsiség, vagy isteniség nem képzelhető el, hogy valaki a saját árulóját képes nyakába venni, és biztonságban vezetni, nem megbüntetni, hanem valahol az életet, a túlélést keresi neki. És a nyájba szeretné őt visszavinni, mint ahogyan azért az evangéliumok is, mint mondtam, Júdással kapcsolatban mindig elmondják, hogy Júdás egy a 12 közül. A 12 a teljesség száma, Júdás nélkül nincsen teljesség. Ehhez a képhez és a te gondolataidhoz zárásképpen szeretnék felolvasni egy verset Krisztine Büsztától, Kései feljegyzés Cirénei Simonról. Másodszor is szint vallott, amikor remegve álltak azon fa körül, amelyen Júdás végzett magával. Senki sem akarta levágni a kötélről. Simon leoldott a szőlőmetsző kését az övéről, mire az egyik tanítvány felkiáltott: ne érj hozzá, ő az áruló! Simon vállára vette a holttestet, és kilépett az árnyékból. Hol voltál, amikor a Kálváriára hurcolták Jézust? Most a Júdást is utána viszem, mondta. És ők zavartan visszakoztak. Senki sem merte követni. Köszönöm. Kedves testvérek, nagyon köszönöm Emesének, hogy nem csak a
abban a bizonyos, nem tudom én hány hónapban, másfél évben talán volt segítőm, társam ezen az úton, hanem most is a beszélgető társam volt. És még egyszer köszönöm a Luther kiadó munkatársainak, a jelenlevő Antal Bálint igazgatótól kérem, hogy adja át a munkatársának a köszönetet, és ha valaki ugyancsak ki akarja fejezni a köszönetet, akkor vásároljon belőle, szívesen dedikálom is. Szoktunk időt hagyni kérdésekre, most nagyon elment az idő. Én csak azért szólok, hogyha valaki nagyon háborgó lélekkel benne most el, és valamit mindenképpen szeretne kérdezni vagy mondani, akkor erre megadnám a lehetőséget. De ha nem most nyilvánosan, akkor utána is rendelkezésre állunk, akár mind a ketten. De ismét mondom, ha valakinek egy szava volna, kérdése, megjegyzése. Tessék, Pellegi Ádám, megtisztelő, hogy tessék parancsolni. Én, mint valószínűleg az egyetlen zsidó ebben az evangélikus gyülekezetben, hát szeretnék hálát mondani a püspök úrnak, hogy ezt a könyvet ilyen merészen és igazság szeretően és igazi krisztusi szellemben megírta. Vannak előképei, vannak kortársai, ezekre mindig kitér a könyvben, de azért valljunk be őszintén, a világ keresztény társadalmait ez a Júdás kép még nem hatotta át, még nem nyerte el a többség beleegyezését. És most rátérek arra, hogy Júdást a zsidó jelképének tekintették 2000 évig, és a Júdásverés és a Júdás égetés az rendszerint pogromot is jelentett. Tehát a zsidó gyűlölet, amely egy olyan közösség irányult, akik soha nem voltak fegyvert az utóbbi 2000 évben, nem védekeztek, amikor őket verték, és ami végül is a holokauszban csúcsosodott ki, amit mind fehér keresztények hajtottak végre. Tudjuk, hogy mi volt ez, de most rátérek arra, hogy mi van most a Szentföldön. Október 7-e óta. Az egész világ rátámadt a zsidókra. Ezeket ugyan izraelieknek nevezik, de ne essen senki féle értésbe, mert a Franciaországban élő zsidók, vagy a Londonban élő zsidók ugyanúgy meg vannak támadva, már véres merényletek történtek, ezeket többnyire muszlim fanatikusok követik el, de ezeknek a muszlim fanatikusoknak nagyon sok európai ember, többnyire szélsőbalos irányzatok képviselői szekundálnak. Az Egyesült Államokban, New Yorkban egy 300 ezeres tömegtüntetés volt, Palesztina párti tömegtüntetés, ahol a zsidókat gyermekgyilkosnak állítják meg. Bocsánat, csak az idő rövidsége miatt voltam, már túl vagyunk azon az időkereten, amit szoktunk, és értem, köszönöm a hozzászólásnak. De nem is akarom belefolytani a szót Ádámban, csak azt kérem, hogyha röviden fogtam. Befejezem, le kell rögíteni. Tehát ahogy a vakpassióban a Júdásnak arra kérdésre, hogy én lennék rabbi, Jézus nem válaszol, hanem a korál hangzik fel helyette, és a gyülekezet mondja, hogy én vagyok az áruló, hogy pillantson magában a keresztény világ, hogy ne asszisztáljon egy újabb, még súlyosabb holokauszhoz, aminek a közeletét én vélem látni. Mert Izraelben 8-9 millió zsidó van. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos megjegyzést, és ez összhangban van azzal, most nem keresem meg azt a szakaszt, amit ezzel kapcsolatban a könyv előszavában írok, de én magam is úgy érzem, hogy minden múltbeli és jelenbeli anti judaizmus és antiszemitizmus megengedhetetlen, és ha ezt ráadásul Jézusra hivatkozva teszik, akkor az ellenről kell emelni a szavunkat. Ez a könyv valóban ennek jegyében is íródott, úgyhogy köszönöm ezt a kiegészítést. Tessék, egy mondattal akkor egy nálam sokkal szakértőbb irodalmár. Júdás megbánta, amit tett. Tudjuk, hogy
visszaviszi a kérdést. Az én kérdésem az, hogy ha megvált minden bűnvádló az irgalmas Istentől bűnbocsánatot nyer, az életet kapott Istentől, az életet nem dobhatjuk el. Vajon Júdásnak nem bűne, hogy nem bízunk az irgalmas Istenbe és felakasztotta magát? Biztos, biztos bűne, mint ahogy az Péternek is sok bűne volt. Péter tudta, hogy Jézushoz kell menekülnie. Júdás ezt nem ismerte föl, és ezért szoktuk őket látványosan szembeállítani, de az talán mégis egy kicsit leegyszerűsítés, hogy Péter garantáltan a mennybe visszük olyannyira, hogy időre visszük, hogy a mennyország portásának szokták őt ábrázolni, pedig a bibliai szövegben csak jelképesen mondja Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsát, hogy amit kötsz, az kötve legyen, amit kinyitsz, az nyitva legyen, amit bezársz, az zárva legyen, de nem lehetünk soha biztosak a üdvösségében sem, mint ahogy a Júdást pedig a pokolba lökjük, és Júdás kárhozatával sem lehetünk biztosak. Én csak azért mondom, hogy az Isten szeretete az, ami az utolsó szava. Én azt hiszem, hogy a isteni megbocsátás az fölülmúl minden emberi elgondolás. És az utolsó mondatról, és ezzel tényleg befejezzük, mert már nagyon elment az idő, hogy én nem Júdásról akartam ezt a könyvet írni, hanem Jézusról. Én azt szeretném, hogy ezt a könyvet úgy olvasták, hogy Júdás arcán keresztül is Jézus arcát látnánk. Júdás sorsán keresztül is Jézussal tudnánk találkozni. És Júdás tragikus figura, de Jézus nagyobb, mint Júdás, nagyobb, mint mi mindannyian vagyunk. Tehát én Jézusra szeretném a figyelmet irányítani, és azt gondolom, hogy Júdás sorsa is Jézusért kiállt, a Jézus irgalomért kiállt. Kedves testvérek, akkor most átveszem a másik szerepet, egy Szemesének nagyon megköszönöm, olyannyira, hogy még ennek külső jelét is szeretném adni. És ha valaki dedikáltatni akarja, menjen emeséghez is dedikáció. És a Luther kiadó más könyveket is árusít, ugye Bálint, tehát nem csak a mostani könyveket, vagy ezt a könyvet, hanem mást is. És a következő alkalmakat szeretném hirdetni a papíromból, ami pedig a Bibliámban van, igen. Tehát mindig várjuk szeretettel az alkalmakra az érdeklődőket, illetve azt szeretném, hogy még egy picit a dedikálásra várjuk, egy percig még jó. Azt szeretném még elmondani, hogy mikrofonból fölállom, hogy lássanak. A lelkész társaim nevében is, hogy ezek az alkalmak mindig ingyenesek, de adomány, versenypénzt szívesen fogadunk, és ezt mindig egy konkrét gyülekezet támogatására szánjuk. Most ezekben a hónapokban a nagycserkeszi gyülekezet támogatására, ez Nyíregyháza mellett egy kicsi, sok romát magába foglaló és nehéz sorsú, mély szegénységben élő embert magába foglaló gyülekezethez. A lelkipásztor innen a mi gyülekezetünkből indult, és ezért jó szívvel kérjük, hogy aki adományt kíván a kiárattál a felsejbe tenni, az tudja, hogy erre a célra szolgál. A következő alkalmakat hirdetem, érdekes terveink vannak. December 11-én lesz a következő Szabad Egyetem. Ezt az előző nap december 10-e évfordulójához kötjük, mert az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata akkor született, 1948. december 10-én. Ha már elhangzott a zene, a könnyű zene, akkor utalok arra, hogy az Illés Együttesnek 1971-ben készült egy Human Rights nevű albuma, és Törényi Levente a zeneszerző és Bródi János a szövegíró. Sikerült Bródi Jánost megnyerni, hogy őt látjuk vendégül, és az emberi jogok nyilatkozata lesz a téma december 11-én. Január 8-án, ha Isten engedi és élünk,
Bősze Ádám zenetörténész, a Bartók Rádió korábbi műsorvezetője, egyház zenei témájú előadással lesz a vendégünk. Február 12-én pedig Bodoki György onkológus professzor beszél a hit és a gyógyulás összefüggéséről, akinek nagyon sok rákbeteg köszönheti gyógyulását, vagy egyáltalán a szeretetteljes törődést. Tehát Bródi János, Bősze Ádám, Bodoki György a következő három alkalom vendége. És akkor befejezésül... Megérben köszönjük ezt a mai estét, és nem csak a mai estét, hanem azt a sok-sok évet, amit ilyen óriási kreativitással, szívvelélekkel a Kudovári Evangélikus Szabad Egyetemet szerzett. Köszönjük szépen a mai estét! Köszönjük. Köszönöm szépen, de az utolsó szó a imádságé legyen, mint ahogy a imádsággal kezdtünk. Egyetlen egy éneket, egy két verszakos éneket énekeljük, amivel be szoktuk fejezni. Ó, terjeszti Jézusom, kezdetű ének, és utána közösen elmondjuk azt a tanítsit, az a imádságot, amelyre Jézus tanította az övéi egyenek mellett jutást, és tanította erre az imádságra. Ó, terjeszti!